Nagykorúak lettünk ebbe az évbe, mert a Tolnai Polgári Egyesület 18. évét töltötte be. 2001-ben alakult a polgárőrség Tolnán, akkor, amikor legtöbb településen az ország különböző pontjain alakultak a polgári egyesületek. Három típusú feladatot látunk el. Az egyik típusú feladat az egy járőrszolgálat, amikor a város különböző területeit járva próbáljuk a nem megfelelő jelenségekre felfigyelni és természetesen tovább jelezni az illetékesek felé. A másik az tulajdonképpen balesetek helyszínén a közlekedést irányítjuk, a harmadik pedig, és ez főleg az iskola kezdés időszakában jellemző, hogy az óvodák, iskolák környékén a fiataloknak a biztonságos közlekedését segítjük elő. Tizenkilencen vagyunk, tehát annyian vagyunk, ahány éves tulajdonképpen a Polgárőr Egyesület. Valamikor többen voltunk Tolnán. Én inkább arra vagyok büszke, hogy ebből a 19 főből a fele az a megalakulás óta polgárőr. Ez egy kicsit megszállottság, ezt a polgárőri munkát végezni, mert aki elkezdi, aki megpróbálja, aki kiáll az utcasarokra, aki segít más embereken, aki észreveszi a renitenskedőket és mer nekik tulajdonképpen szólni, ez egyrészt fellépés kérdése, másrészt pedig hozzáállás kérdése. És én azt mondom, hogy a régóta az egyesületben tevékenykedő emberek megszerették ezt a munkát. Nekünk az embereket segíteni kell, nem pedig az életükben akadályozni és bármilyen fajta nehézséget állítani, de segíteni viszont tudunk, és mi ebben óhajtunk előrelépni. Engem nagyon meglepett a díj. Azért lepett meg, mert az teljesen természetes, és ezt mindenféle dicsekvés nélkül mondom, hogy mi sokat próbálunk tenni a városért, de az, hogy ezt észrevették. És én ezt tartom egy nagyon fontosnak, mert az, hogy mások úgy ítélik meg, hogy ez a szervezet eljutott arra a szintre, hogy egy ilyen elismerést nyújtanak át a számára, én azt hiszem, hogy ez örömmel tölti el a csapatot, és én nagyon bízom benne, hogy egy kis lendületet is ad időközönként az önkénteseknek, mert hát valljuk be őszintén, hogy felettünk is eljár az idő, korosodik a társaság, és én bízom benne, hogy talán ez is fölhívja arra a figyelmet, hogy az a munka, amit mi végzünk, azt érdemes lenne újabb tagokkal, fiatalabbakkal bővíteni,